Interlagos a helyszín, és valóban ez már egy olyan verseny lesz, amelyen úgy lehet pontokat szerezni, hogy az beleszámít a bajnokságba. Ugye 6 fordulós a bajnokság, és a végén majd a győztes hát egészen értékes nyereményt kap a Fit for Race. Matics Zsolt volt ugye egy héttel ezelőtt a vendégünk, szóval a Fit for Race-nél egy 1500 eurót érő csomagot vehet majd át, meg egyébként a második és a harmadik helyezett is kap majd értékes nyereményeket szintén oda a Fit for Race-be. Szóval érdemes küzdeni itt a virtuális versenypályákon. Ma tehát Interlagosban, Brazíliában. Van a piros autóval Kis Norbi, a másik oldalon pedig Nagy Dániel, őket kell majd figyelni, elindulnak a versenyzők. Kis Norbi még mindig a második helyen, tudjuk, hogy ő egész jól kapta el a rajtot, a háttérben már jól helyezkednek a versenyzők. Jönnek az első balos kanyar felé, ahol Norbi tud elfordulni a belső íven, és Norbi ezek szerint akkor megszerzi a vezető pozíciót a háttérben. Varga Péter BMW-je, úgy tűnik, hogy feladja a harcot, óriási levágások, szélesítések. Húha, meleg rajt volt, és Kis Norbi nagyon jól is húzott Nagy Dániel előtt. Külső híven, ahogy jövünk itt le, kérem szépen, és ott belül lehet tartani a következő kanyarba, és az bizony egy nagyon-nagyon szép előzés, amit az egyik Audi mutat nekünk. Zima Péter, akinek lehet, hogy a versenynek is vége, szerencsére más nem találja el, de hogy ez az Audi onnan nem fog elindulni, az Holziher. MV-re. Tóth Dávid lelkes, azt kell, hogy mondjam, 11 percünk még ugye hátra van. És ugye nem csak itt lelkesek a srácok, hanem a mezőny elejébe is. Miközben Tóth Dávid ismét belül van, most már kívül nagyobb tempót tud talán átvinni, és így tud eljönni kisebb kontakt után, megörökli a 12. helyet. Megint a középső szektorba érkezik meg, és nézd meg, belőle tudja húzni az autót, és ott tudja tartani, Tóth Dávid újabbat előz. És Tóth Dávid egy ilyen leharcolt autóval mit tud művelni? Kívül az egyik Mercedes, ő már ő támad, Tóth Dávid kivár, és megint hárman fog meg ide érkezni, ez nem lesz olyan jó, talán most meg tudják oldani a srácok. Így van. Úrik Tamás a 9., 10., Tóth Dávid. Kis Norbert érkezik, és azzal a rendületről, amit egész futamon tanúsított, egy pozíciócsere után végigvezetve, egy véleményes kontakt után is a versenyt megnyeri az interlagoszi verseny Nagy Dániel előtt, és Danis Riád, Borsos Miklós és Sinka Dániel ér be a top 5-be. Ennek a többiek is, Kerekes Kristóf. Rós András, tehát azért én kicsit javítok, el is tud gördülni az E4-es BMW-vel, tökéletesen talán, ha külső ív, ha nem, ott tudja tartani az autót, de Tóth Dávid bemegy, hát Tóth Dávid mit rajtol az Audival? Bizony az a farmatos Audi jobban rajtál. És azt a mindent megint mi megy, de talán most megúszszák kontakt nélkül, nem, elhamarkodott döntés volt, egy Audi, és egy Zénét is megcsinálta. Még egy Audi kijön a pályára, és a BMW-t is eltalálja. Jaj, át is pördül megint. Ki volt ez? Ászta mindenit. Ez talán Szalmási Ádám lehetett. Szegény. A méterek, és Norbi próbálkozik eljönni itt a fal mellett. Alig van hely, de nézzük, bejön az Audi mellett a belső évre, és Norbi el tud fordulni a belső évben. Parádés előzés, de azért még ne felejtjük el, hogy vissza is támadhat Dániel. Próbálkozik, de a külső évre szorult, nem tudta betenni az autót Norbi mellé, úgyhogy Norbi egyenlőre megtartja egyik helyet, de nézzük, milyen közel van az Audi. Akkora falat, mint Sinka Dániel, azt is merem remélni, hogy már itt benéz. Az nagyon merész lesz, hogyha oda Norbi bemegy, és bemegy belső éven. Hol előz Kis Norbert? Ma milyen versenyzést látunk a Kamion Európa bajnok Kis Norbitól? Megint a belsőben el fog jönni a célegyenesben, Norbi beteszi az autót, ott a Ferrari, lassan előrébb is lesz, mint a BMW, és Norbi be tud jönni megint! Ugyanazt megcsinálja, amit Rós Andrással is, Norbi bejön a célegyenesben, ugyanez volt Sinka Dánielnél is, eljön egyszerűen az autóval. Nagy Dániel autójába, és nézd meg a belső évre, Sinka Dániel autójába, és a belső évre be tud jönni, és Kerekes Kristófot állva hagyja. Szegény Kerekes Kristóf, ez a harmadik ilyen előzés, ha jól számolom, amikor a célegyenes végére egyszerűen eljönnek mellé. Milyen jól védi az ívet. De lehet ezt a még védeni, lehet még a védeni. Zuba Péter megtalálja a kaput és a belső ívet, és ezáltal el fog tudni menni Úrik Tamás mellett. Na nézzük a belső íven, Zuba és Uri kívülről is úgy tűnik, hogy ott tudja talán tartani, most ő lesz belül, de Zuba jobb tempót fog tudni átvinni. Hopp, és meg is csúszott. Uri megcsúszi. Valaki jön ki a boxból közben a 12. helyen, hogyha minden igaz, egy sárga Audit véltem felfedezni. Igen, és ne felejtsük el azt sem, hogy Rós Andris, ugye Kerekes Kristóf mögött volt a box kiállás előtt, és most abszolút előtte van. Nagy Dani, hova szúr be? Az utolsó kanyar előtt, hát Nagy Dani beköszön, de miért és hogyan? Az E4-es BMW szélárnyékot fog fogni, és bizony lehet visszatámadni a TCL Európos versenyzőnek. Na nézzük, mi lesz ott az ötödik helyért.
Nagy Dániel kontra Kerekes Kristóf, de Nagy Dániel tudja és csinálja azt, amit kell, ilyenkor védi a belső ívet. Ilyen nagyon-nagyon beszorult már mögé, abszolút szélárnyék, amelőre autózik Nagy Dani, és ha nagyon bátor, akkor akár ebbe a kanyarba be is szúrhatja a belső ívre az Audit. Úgy tűnik, hogy el tud menni a BMW mellett, egyelőre nem tud visszatámadni Rósand, és a kigyorsításon Nagy Dani ott marad, de a BMW is nagyon jó, hát pozícióban van még egyelőre itt a szélárnyékkal. De hát itt most már ráfordul a célegyenesre, és kijelenthetjük, hogy Tóth Dávid a második futamát megnyeri ezzel az Audi R8-szal. Hát le is villogja a kockázászlót. Gyönyörűen autózott, tényleg szavak nincsenek rá. Mögötte pedig Kis Norbi a Ferrarival a 10. helyről rajtolva. Fölette magát a másodikig. Aztán pedig Sinka Dániel. Ő is gyönyörűen versenyzett, majd Rós Sándor, András, igen, gyönyörű, illetve Nagy Dániel még előtte. Legendás verseny. Szerintem ez szezonnyitónak ennél jobbat ne is kívánjunk soha.